Szerintem el sem fogjuk érni a százat amúgy keresztülésig. Hát, figyelj, mehet amúgy. Sziasztok, Korfanti Márk vagyok, ezt az 1986-os 2-es Golfot hoztam el nektek. Igazából pár rövid adat róla, 1.3-as benzines, majdnem a leggyengébb 65 lovas motorral szerelt autó. Igazából kívülről úgy néz ki, mintha a GTI lenne, mert nekem nagy perverzióm a GTI, csak sajnos sose tudom majd megengedni magamnak. Igazából főleg a külső, meg futómű lett rajta átalakítva. 15 éve van a családunkban, az első tulajtól vásároltuk meg, egy balassagyarmati autó volt. Még az első tulajdonos bácsi a mai napig él, 92 éves, még tartjuk is a kapcsolatot, tavaly voltam nála rekreálni egy fényképet, ami ő szerepel, meg az autója, amikor hazahozta, és most 2023-ban, pontosan a 2022-ben. Amit én változtattam rajta, ugye ez gyárilag egy kislakhárítós, osztott ablakos autó volt, megkapta a faceliftes ajtókat, a nagyobb lökhárítókat, ugye kristály indexeket, amiben USA modul is van, egy ilyen keresztes kristály eljeles első lámpát, a GTI hűtőrácsot, ezt egy ismerősöm, nagyon jó ismerősöm nyomtatta a 3D nyomtatóval anyagában színezett, lophatatlan, mert csavaros. Ez tényleg elég jól néz ki. Még ami úgy nagyjából változtatos történt rajta, kapott egy 3-as Golf TA Gewindét, az fel lett újítatva a Lindornál Dunakeszin. GTI Golfnak kapta meg a gyári felnieit, ezek 15-ösek. Toyo Proxis TR1-es gumika vannak szerelve, 195x55 R15-ös. Igazából azért választottam ezt a gumit, mert az egyik nagyon jó barátomnak ilyen van az autóján. Többször szágoldoztunk vele 5 emberrel, nem tudom ezt is mennyire lehet mondani. Vizes úton is úgy fog, hogy elájulok. Nagyjából igazából napi használós az autó, ezt nem tudom, hogy mondtam már, mert sajnos nincs mellette másik. Ez a belsején látszik is, hogy elég koszos ajtókárpitok vagy ülések viseltesek. Viszont ami úgy említésre méltó, hogy van benne egy 3-as GTI kisrekáró. Ez még nagyjából akkor lett belerakva, amikor hozzánk került. A GTI kormány lett beletéve, egy Audi TT-nek a váltógombja. Igazából a beltér az nagyjából teljesen gyári. MFA-s óracsoport még van benne, hogyha ez valamelyik Golf buzinak nagy dolog. Sajnos az ablaktörlőkar, az MFA kar az letört, és csak nem MFA-ssal tudtam pótolni. Hátra tovább haladva az autó, még ami így feltűnhet, ugye megkapta a nagy díszléceket, ez is a GTI-ről van. GTI hátsó lámpákat, ez a fekete tetejű. Ugye hátulra is megkapta a GTI-nek a lökhárítóját. Sajnos valamelyik kedves szomszédom a 18 kerületben megtetszett a monoszan takaró, azt azóta nem tudtam még pótolni. Azt rá másnapra egyébként, tehát elhoztam az autót, a fényezőtől ki lett lakatoltatva, minden hibátlan, gyönyörű volt az autó, és másnap reggelre lelopták, tehát az és tudti lelopták, nem? Biztos vagyok benne, mert elkértem a kamerafelvételt a társasháznak, és látszik, hogy a forma lehajol, megnézik, kipattintja, zsebrevágja, ja. És elsétál, tehát jó, biztos vagyok benne, hogy ellopták. Sőt, egyébként az a durva, hogy még ismerem is az embert, aki elvitte, csak nem akartam rajta szóval kérni, mert most egy 2000 forintos tételről beszélgetünk, csak inkább az a baj vele, hogy ritka. Nagyjából így kívülről, amit még úgy el tudnék rajta mondani, kapott egy telifényt még 3 évvel ezelőtt, amikor kasznira lett szedve és ki lett lakatolva az autó. Ez igazából látszik, hogy akkor sem lett a legjobb munka, eléggé narancsos. Pár helyen volt egy balesetem tavaly, azért látszik itt ugye a színeltérés az ajtó és a sárvédő között. Sajnos a sikeres műszaki vizsga után letékáztak, a mögöttem jövő fék nélkül belém jött. Rátolt az előttem lévőre, és sajnos így buktavári volt az autó. Akkor azok az elemek lettek fújva rajta, amik sérültek. Igazából nem sikerült annyira kikeverni a festést, de nem is egy olyan jó minőségű fényezés lett, mint így utólag kiderült. Mert most mindenki csak a jó dolgokat mutogatja, én elbüszkélkedem a csúnya dolgokkal is. Ki lett lakatolva telibe a szélvédő keret, és hát igazából 3 év munkája ennyit ért. Tehát, hogy nem annyira vagyok megelégedve a karosszéria munkával feltétlenül. Ha újra kezdeném, akkor valószínűleg más helyre vinném már karosszériáztatni. Igazából még amit
úgy mostanában lett rajta megcsinálva, az a komplet futóműve fel lett újítva, a lengőkarok Audi TT teljes szilenteket kaptak, 2.38-as féktárcsákat előre, gyári Bost, ugye gyári féknyereg van rajta, hátul dobfékes az autó, igazából kormánymű lett rajta még felújítva. Úgy felnél amúgy semmit nem lát, nem látni át. Nem, igazából az nagyon jól takarja. Az is egy szerintem 2 éve lett megcsinálva, még így haverokkal nem voltunk garázsba, és nézegették a kocsimán felnit, akkor még gyári szürke színe volt, akkor szereztem rá nem régen a gumikat, és akkor lett fölrakva. És akkor mondták, hogy nagyon baszó, de hogy úgy elfogy az autó alatt, hogy úgy olyan semmilyen, nagyon gyárlias, akkor még nem is volt leültetve. És akkor az egyik haverom így kinyitott egy dobozt, és benne volt egy ilyen 6 doboz fehér festék, és akkor gondoltuk, hogy hát akkor végül is a piroshoz jól megy a fehér, a Ladákon, a Rallikon is az van, tehát miért ne, próbáljuk meg, és egyébként nekem kiadja, mert nagyobbítja is a felnit, így elsőre így ránézek, nekem nem egy 15-ös felni jut róla az eszembe. Meg egyébként jól tartja magát a festék, azt nézem. Tehát, hát így ahhoz képest, hogy tényleg garázs körülmények között viszonylag visszacsiszolva, aládolgozva, most a Kostas, ne nézzétek, egy tisztasági mosást kapott tegnap, igazából máshogy készültünk időbeosztásban, de így igazából, hogyha azt nézzük, hogy otthoni körülmények között lefújva, úgy egyébként nem rossz. Még tervben van, amit nagyon-nagyon szeretnék, de az is igazából az anyagi hátrányosság, hogy meg szeretném csináltatni 3 részesen a felniket, hogy levágják ugye a belső felni részt, ugye a külső felni részt, és akkor igazából csak ez az eleje marad meg, és akkor itt ki lesz furatozva, kap egy belső szélesített peremet, meg egy külső nagyjából ekkora szélesített króm peremet, és akkor az úgy tök jó lesz robbantott gumival, az nagyon tetszeni fog, csak sajnos még ez nem fér bele a költségvetésbe. Aztán még amit így nem tudom, így álmodozásnak hívnék inkább, azok a nagyon távoli tervek, hogyha belefér majd egy tényleg egy másik napi használós autó, amiben ugyanúgy beleszeretek, mint ebben, mert igazából nem akarok belőle kiszállni, imádom hajtani, akkor majd ilyen kis garázs királynő lesz, és egyszer kap egy VR6-ot. Jó 2.9 VR6-ot. De addig, amíg ilyen napi használós, én nagyon meg vagyok vele elégedve. Igazából vegyes használatban használjuk párommal, ahova tudunk, eljárunk vele. Én a fogyasztásával is meg vagyok elégedve, igazából a menet tulajdonságaival annyira nem. De hát igazából egy majdnem 40 éves autótól mit várjunk? Nagyon, nagyon szeretem ezt az autót, nem is tudok róla elfogultan beszélni, mert az egész gyerekkoromat ebbe töltöttem. Volt, amikor családi autóként szolgált, ugye 15 éve van a családunkban, ezt nem tudom, hogy említettem-e már. Igazából hát látszik, hogy fölnőtt benne egy gyerek, ez volnék én, de nagyon jó, mert akárhova megyek vele, én tényleg azt látom, hogy ott ülök az anyóson kicsiként, és hogy megyünk anyával a Balatonra, vagy apával egy Hungaroringre, vagy bármi. Tehát, hogy én imádom minden percét. Most azért jöttem el hozzátok a videóban, mert beszéltünk Bencével, hogy nagyon sok videótokat meg szoktam nézni, és érdekelt, hogy úgy nagyjából hova tehető be így az autók között, amik voltak a csatornán, hogy mennyit megy. Tudom, hogy nem egy erőgép, nem is emiatt jöttünk el, csak szimplán kíváncsi vagyok. Mint nagyjából hirtelen így ennyi jutott az autóról. Mennyi a gyári gyorsulása? Hát a gyári gyorsulása, az derék, fogalmazunk úgy, hogy 17,2 másodperc. Az kemény. Tehát az úgy emberes. De egyébként ezeknél lehet jót elérni, tehát hogy valahogy én azt néztem, hogy így a kopás, meg ahogy mennek bele a kilométerek, valahogy jönnek a lovak ezeknél, hát, ja, a típusú ahogy elrohad a kaszni, ugye mindenki tudja, az hogy a rózsa könnyebb, egyre, mint a karbon, tehát ez... Mondjuk ez hál' Istennek az enyémre nem annyira valós, mert egy pár éve ki lett lakatóval teljesen kasznira szedve. Hát nem tudom, kíváncsi vagyok. Én igazából ott azt mondom, hogy már egy ilyen 16-ba belenézünk. Az... De kátránylap már nincs benne? Az nincs. Na, hát az sokat számít. Nincs, az nincs benne. Az tényleg nincs benne. Motortere milyen amúgy? Egy pillanat is mutatom. Igazából azon is látszik a napi használat. Volt egy csúnya toronyrohadásom. Az... Még nem lett teljesen eltakarva, mert csak az alvázvédő látszik. Itt igazából gyárias, amennyire tudjuk, próbáljuk olajfolyásmentesen tartani. Igazából ez a napi használattal viszonylag sokat megyek egy héten, nagyjából ilyen 1500 kilométert, attól függ, hogy mit csinálunk. Hát azért megviseli néha. Igazából itt a tornyon volt egy kis hegesztés. Aha, azt nézem, nem sikerült annyira szépen, az én voltam. Igazából az egy vész megoldás volt, mert... Tudni illik, neked majd mutatok személyesen képet, mert van róla fényképem.
Igazából annyi volt a lényeg, hogy a kerékjáraton ugye ennek a túloldalán volt kívülről egy ilyen ekkorának tűnő méretileg rozsda folt. De Aha, így ez már belülről ránéztél, ránéztél szemmel, levetted a kereket, ránéztél szemmel, és így azt mondtad, hogy felületi rozsda, talán egy picit, egy pár helyen megdököd, akkor ott átmegy. Na hát, ugye bekerült alá a futómű, föl lett újítva az egész, bekerült alá az állítható is, és akkor úgy voltam vele, hogy hát csináljunk már vele valamit, legalább köszörüljük már le, hogy akkor kap egy kis alvázvédőt, és ami majd elvenjünk a lakatoshoz, és megcsinálja. Na hát ebből a köszörüljük le, ebből az lett, hogy kiukadt az egész, de egy körülbelül egy ilyen tenyérnyi felületen, mondom, azért ez így nem maradhat, főleg úgy, hogy föl lett keményítve a gátló is, ugye az állítható futómű, tehát annak mennie kellett, és akkor ki lett hegesztve. Hát ez nem a legszebb, de ellenben nem lyukas. Igazából azt még így hozzátenném, hogy hegesztést soha nem tanultam, bár autószerelő a végzettségem, de hegeszteni sose tanított senki, igazából ilyen hobbista, autodidakta módon próbálgatunk szerelni, tákolni, ki hogy hívja. Mert hűtőrács is igazából az a vágóképeken nagyon jól néz ki, meg minden, ez tipikus golfbetegség, hogy így a fülek azok így el vannak fáradva. Ez, hogyha majd lecsukom a motorháztetőt és a Bence fölveszi, akkor egy vicces mód látszódik, hogy itt az alja majd el fogja hagyni a beszélgetést, egy kicsit kiindul. De én minden apró ilyen hibájával szeretem, és igazából így a kora miatt így pár dolgot el is tudok neki engedni. Igazából le is csukhatod amúgy. 20 centis teszt. Már is folytatjuk a videót, srácok, viszont előtte hadd tegyek fel egy kérdést. Mi szerint itt láttok mellettem egy Mercedes, egy elég jónak tűnő autóról van szó. Itt van ugye egy hátsó kép, belső kép, tök jó automata, 85 000 kilométer, tök jó fuchsos ülés, minden. És ti ezt megvennétek-e 1,9 millióért, hogyha ezt meglátnátok használt autón? Biztos van, aki azt mondaná, hogy igen, miért ne venném meg, instant megyek és már utalom is. Igen ám, de hogyha ezt nem kérdeznétek le, mielőtt megveszitek, akkor mutatnám, hogy mibe tudtok belefutni. Egyrészt sérülés, az még hagyján, de amit legelőn láttok, az a lopás. Itt látjátok, hogy 2022. 5. óba ezt az autót ellopták. Általában ugye a lopott autókat instant szétkapják, aztán cső, sose talál gazdára. Viszont egyébként a jó hír, látszik, hogy 2023. 8. óba ez az autó vizsgázott, vagy hát valamilyen utomódon kilométerről bejegyzés került, lehet, hogy csak szerviz, de a lényeg, hogy ez az autó megvan, utakon van és működőképes. De simán bele lehet futni egy ilyenbe is, és hadd ne soroljam még, hogy mennyi mindenbe, úgyhogy én ezért ajánlom mindig, hogy az magyar ügyfélkapon is, meg a CarVertical-on is kérdezzétek le. CarVertical-on pedig 20% kedvezményt kaptok a Darkfly kuponkóddal, úgyhogy ezt mindenképpen használjátok, hogyha lekérdeztek, ne fizessetek feleslegesen többet. Na és akkor folytassuk is a videót. Hibátlan, és ugye erről beszéltem, hogy kiakad, de vissza is pattan. És egyébként mentségemre szóljon, már rendeltem hozzá a javítófüleket, amit műanyag hegesztővel föl lehet rátenni, mert sajnos hűtőrácsot már újban nem lehet kapni, mint nagyon sok alkatrészt. Valamennyi... Tényleg egy csomó mindent újonnan vettél hozzá, nem? Így biztosító, hát igen, meg ilyen... Jó, ugye... hát igen, az a balesetnél, az a biztosítós, meg ugye amikor a karosszériázva volt az autó, akkor nagyon sok minden be lett hozzá szerezve, amit tudtam, azt újba, gyáriba beszereztem. Igazából nagyon sok minden mázli múlott. Tehát hogy mondjuk olyan dolgokon, hogy valaki egy időben akarta, utána járt, berendelte, beszerezte, kikereste a cikkszámot, minden, majd elfelejtette és soha nem jelent meg érte. Igazából ilyenek voltak, meg van egy nagyon kedves hát barátom, ő is egy idős bácsi, 92 éves bácsi, ő golfokkal foglalkozik, nagyon sok golfja van, nagyon sokat bontott is el, és nála van még ilyen, ha angolosan fogalmazunk, new old stock, tehát egy ilyen never opened dobozok, amiben tényleg néha kincseket lehet találni. Egyébként ez is egy olyan lámpa. Ez is egy olyan lámpa. Bár lehet venni a Tuning Tech-en is újba, Ez egy 90-es gyártású tuning lámpa, ahhoz képest egész jól túlélte az idő vasfogát, szerintem. Én szeretem az ilyen korhű alkatrészeket, nyilván az ilyen műanyag dolgokat, ami legyárthatatlan, beszerezhetetlen, tehát például itt is az ajtót megnézzük, azért ezen a kéderen már látszik, hogy a kasztinzások során párszor le lett szedve, ez is egy tipikusan olyan dolog, ami pótolhatatlan. Hármat találtam eddig, ami tökéletes, hibátlan állapotú volt, mind a három akkor sem is ült meg, amikor leszettem az autóról, vagy amikor fel akartam rakni az enyémre. Ugyanez igaz a szélvédőre is, ez a negyedik szélvédő az autóban. Mindegyik ablak a gyári, egyébként ez is tök érdekes, hogy látszik, hogy még rendszerváltás előtt, vagy után közben jött be az autó, tehát minden ablakba bele van ugye ez a gravírozás, vagy nem tudom, hogy nevezzem, ugye az autónak a rendszámával. Az összes ablakban benne volt a szélvédőbe is,
sajnos kapott egy kavicsot, aztán amikor először kasznizva volt az autó, ugye ez kikerült, ez törött volt, akkor én bontoztam hozzá egyet, ami az utolsó centinél eltört, amikor kiszedtük, akkor kicsit feladtam ezt az egész harcot, kihívtam a kárglászosokat, hogy akkor hozzanak egy szélvédőt, nézzék meg, hogy egyáltalán van-e hozzá nekik. Legyártottak egy szélvédőt, ami megjött, viszont a fényező késett, ezért a kárglászosok nem tudták beszerelni, de nem volt már időpontjuk, és akkor a műhelybe, akik csinálták az autót, nekem ők álltak neki beszerelni az ablakot, hát ez is olyan jól sikerült, hogy utolsó tehetünk, persze. De premier plánban itt álltam az autó mellett, és még figyeltem is, hogy a kéder jó helyen legyen, és így végigrepett, mondom, ez csodálatos, és akkor utána a negyedjére szintén kijöttek a kárglászosok, de már mondtam nekik, hogy mondom, most addig nem mentek el, amíg nincs benne a szélvédő, mert most már ez a negyedik szélvédő, ami az autóban van, tehát az egy érdekes sztori volt. Igazából a kasznizás is egy jó sztori volt, mert amikor én még kisebb voltam, ugye, mint mondtam, 15 éve van nálunk, és családi autóként üzemelt, a édesanyám használta viszonylag rövid távokon, és egyébként meg is vigyázta, tehát én ezt hálásan köszönöm is neki, de azért látszódott rajta, hogy volt már előttünk is hozzányúlva, kasznizgatva, tákolgatva, és hát igazából a kasznireszedés állapotánál jutottam el arra a realizációra, hogy miért kellett szétszedni ezt az autót, mert olyan dolgok derültek ki, ami rémálmomba se, tehát hogy tényleg olyan helyeken volt lyuk, meg minden, meg tényleg olyan dolgok, amiket így rémálmomba se kívánnék senkinek. Tehát amikor így a végigméred az autót, és akkor tök jó, majdnem gyári fény van rajta mindenhol, ugye még ez még egy 5-6 éves sztori. Igen, csak egy helyen úgy kiakadt, hogy 3000-ig mér a festékmérő, és nincs. És ott nem mutat semmit, és akkor így elkezded csiszolni, és meglátod a gittet, és akkor így elkezded ütni csavarhúzóval, és akkor ilyen vastag, és így ember nem áll. Miért? Tehát hosszú szülés volt. Lehet, hogy nem kezdenék neki még egyszer, ha nem erről az autóról lenne szó. Igazából nálam itt az köt hozzá nagyon, hogy tényleg az életem része. Tehát, hogyha nem lenne ennyire családba, lehet, hogy nem is ennyire szeretném. Balesetből se biztos, hogy ennyire megmentettük volna. És akkor ez a rendszám táblázat a reklámhelye? Igen, az ott a reklámhelye. Az ott a reklámhelye. Ott nekik köszönhetem, hogy kétszer is talpra állt az autó. Igazából náluk is volt az ominózus műszaki vizsga, ami után összetört. Tehát amikor elvittem a vizsgáról az autót, mondták, hogy tök király, most 2 évig nem találkozunk, majd egy óra múlva telefonáltam, hogy srácok, van egy kis probléma, kéne egy tréler. Utolért a mögöttünk jövő. Hát ennél amúgy nagyon sokat fog számítani, hogy egyedül mész majd. Hát az biztos. Az biztos, hogy nagyon sokat számít. 5 másodperc. Hát, ja, vagy 10-et. Szerintem el sem fogjuk érni a 100-at amúgy keresztül, és így, hát... Figyelj, mehet amúgy. Szólok, ha megvan. Jó. Hát, a 80, 85? Most van meg. Jó. Hát, 18,59. Így. Nem valami acélos. Mi lehet? Gyurulom meg egyet, hogyha lehet. 33,98. Félmérföld. Na szóval igen, sikeresen lemerült, de már amúgy visszafele, teljesen visszafele merült le. Aha. Úgyhogy... Ez nem is baj, mert azt a rajtot elrontott. 18.59 volt, amikor mentünk ketten. Igen. És 16.94 lett. Az teljesen jó, 16-ba belementünk. Igaz, hogy a tetejébe, de... Teljesen jó. A másik az 18.61, de azt is lemértem amúgy. Aha. Úgyhogy... Miközt a rajtot, azt éreztem, hogy elrontottam, abba belerakott. Volt van, de a negyed mérföld... 20,33. Mi? Ez még egész jó. A 18,61-es 0%-at, tehát igazából azért ez szerintem... A távolság jósolás arányban nem annyira. Ilyen 18 környéken megvan az a negyed mérföld. Nagyon. Csillagok jól állnak. Nagyon, meg lejt az út, meg fúj a szél. Igen.
Na végül is az nem rossz egyébként. Én ezzel elégedett vagyok szerintem. Ez is jobb, mint a gyári. Teljesen. Az... Teljesen. A lakatolás, az ilyenek... Pedig a gyárit egyébként 13-as kerékkel mérték, ugye eznek 15-ös, tehát jaja. Még az is vissza kéne úgy fogja. Vagy lehet régen stopperrel mérték, aztán csak hasonlítottak is. Ja, és úgy nagyjából a közelét, de én teljesen elégedett vagyok vele. Azt hittem rosszabb lesz. Nem, tényleg az ilyen ez a kategóriai autó, vagy az ilyen idősek, majd mindig jobbat megy. Ja. Tényleg majd mindig jobbat megy. A, nem, az újakkal meg nem bírják még csipe se. Nem. Nem, mert azok már egy kicsit rá van kerekítgetve, szerintem. Csak a korom meg a durrogás. Ja. Ja, hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem, én nagyon élveztem. Igazából nagyon elégedettem, megyek haza. Örültem, hogy itt lehettem. Hogyha szeretnétek bemutatni az autótokat, mert van valami egyedi építés a garázsba, egyszerűen csak leszeretnétek mérni a 0-100-as gyorsulását, akkor nyugodtan írjatok Instagramon vagy e-mailen, és megbeszéljük. Na, szevasztok!